Több évtizedes problémát oldott meg Oroson a 41-es számú főút és a Vezér utca kereszteződésében kialakított körforgalom. A közlekedési csomópontban korábban számos baleset történt, és meglehetősen veszélyes volt az úttesten való átkelés. A beruházás eredményeként minimálisra csökkent a baleseti kockázat. Nagyon örülök, hogy megvalósult ez a fejlesztés, és egy nagyon jó példája az önkormányzat, a lakosság és az államigazgatás együttműködésének. És ugye itt nem csak egy körforgalomról van szó pusztán, a gyalogátkelés sokkal biztonságosabb, a tömegközlekedés is, hiszen buszöblök is épültek, új buszváró, és az egész közvilágítás is ennek megfelelően kiépült. Sesztát Miklós fejlesztési miniszter kiemelte, az előző uniós ciklusban a megyében 75 milliárd forint értékben 105 kilométer utat építettek, illetve újítottak fel, de még jócskán van tennivaló a közútfejlesztés területén. Hetente többször járom a megye útjait, és pontosan látom a problémákat. Látom a napi működésből eredő problémákat, hol vannak kátyuk, de látom azokat a problémákat is, hogy hol kell még fejleszteni. A fejlesztési miniszter elmondta, 2016-ban folytatódik a Nyíregyházát nyugatról elkerülő út és a kisvárdai déli tehermentesítő út építése, valamint tervezési szakaszban van a Vásáros-Naményt Záhonnyal összekötő gyorsforgalmi út. A távlati cél pedig az, hogy a megye jelentősebb határátkelői autópályán legyenek megközelíthetőek.